Halmosi Mónika közben elkészült a csoda virágos költeményünkkel, ami egy étel, bármennyire meglepő és megdöbbentő. Hiszen gasztrobotanikus a vendégünk. Így van. És készítettünk almácskába töltött, levendulával átitatott almácskába töltött, na, inkább mondaná. Egy őszi gyümölcssalátát, ami őszi gyümölcsökből és őszi virágokból áll, és egy töltött almát, ami most egy levendulás szirupban érlelődött alma, ami meg van töltve egyrészt egy pici réteg viráglekvárral, majd pedig egy rózsás túró töltelékkel, amiben ugye a rózsa aromája az egyrészt egy rózsás cukorként, másrészt a rózsaszirmunként van. Annak már az illata jelen. Is zseniális volt. Nagyon finom. Nagyon finom, különösképpen ez a levendula fantasztikus ötlet volt. És ugye, aki még tovább szeretné egy picikét turbózni a levendulás élvezetet, még ugye levendulás kekszet is ehet hozzá. Titokban loptam egyet. Titokban elvittem már egy levendulás kekszet. Ez a keksz mindig ilyen, hogy mindig ellopják. Ugye? Sokat kell hozni belőle. Nagyon finom. Most itt fogunk ezt szegetni, Krisztián. Igen, tudod, miért jó a nagy has, ha ülnék, akkor pont ide tudnám tenni így, és megtámasztani. Én pedig addig elmondom, hogy nagyon fontos, hogy mindenki csak az otthoni virágait eheti meg, tehát a kiskerti és a balkonládába termesztett virágokat, a bolti virágokat, virágbolti virágokat soha ne együtt. Nem szabad megenni. Fontos, bárki kedvet kap, akkor inkább menjen a nagymama kertjébe, vagy menjen ki a teraszra, vagy a szomszédhoz esetleg egy kis virág érdene a virágüzlet. És senki ne csodálkozzon, hogyha mondjuk a szerelmének visz egy virágot, virágot a virágnak átadja, és ő beleharap. Veszi. Tehát semmi probléma nincs ezzel. Vagy csak beleteszi a salátába, beleteszi vagy a süteménybe. Igen. Nagyon szépen köszönjük. Csoda szép és csoda izgalmas. Hoz nyugodtan magaddal. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.